Sziasztok, Juniker vagyok, ez pedig a Hiányzik a Hip-Hop, ezért beszélek róla, rap, te rap. Hát az elmúlt hetekben néhány rap előadó megmutatta, hogy a rapnek Isten igazából miről is kellene szólnia, úgyhogy ezt fogjuk most megnézni együtt. Én úgy gondolom, hogy érdekes lesz, úgyhogy tartsatok velem! Lázadj fel, lázadj fel, ha nem tetszik a mese, hoppa, lázadj fel! Megjelent a Hősöktől a Forgatom a világot régi új dal, ugyanis ezt a dalt már 2003-ban rögzítették, viszont kapott egy mostani videóklipet, tehát mondhatni, hogy egy régi új zene került elő a fiókból, meglehetősen sokak örömére. Kinyílnak a szemek és látod, ahogy nyúlnak a kezek, szeret, nem szeret, a világ változik, minden perc egy szeret. A hűtlen ígéretet tesz, a halat a tabelig elvérez, és megkérdez, hogy neked vajon mennyit érez. Hangzásügyileg abszolút felidézte azt a régi igazi Hősök ízt, azt a franciás alapot, az az igazi underground, amivel én megismertem a Hősöket, és amivel én nagyon-nagyon megszerettem az ő zenéiket. Tehát védkezz, vagy bőj hátra, és nyugodtan élvezz, az ember tervezte, minek mikor nem létezik a jövő. Ugyebár aki figyelemmel kíséri a videóimat, az látható, hogy készítettem nemrégiben egy Retro Rap című kis nosztalgikus visszatekintést, hogy 2003-2006 és így tovább tájékán én hogyan, milyen úton, módon, mely klippekkel ismerkedtem meg a hazai hip-hop zenével. Egyedül vagyok, de nem érzem rosszul magam. Gondolkozz-e te, mert nekem már zsibbad az agyam. Na ki a harmadik? Elúszik, mint a ladik. A fejemben a tervek ám, a legtöbb föl csak buki. És én elgondolkoztam azon, hogy lehet, hogy csak én vagyok ilyen nagyon-nagyon nosztalgikus és ilyen szentimentalista érzelmű. Ő azt mondja, hogy cáfolja, az igazat kiállítja, már olyan gyors lett minden, nem is figyeltek a másikra. Hát úgy tűnik, hogy nem vagyok ezzel egyedül. Elvonul a csorda nélkülem, merem remélni, én meglépek, mert látom, el van ítélve az egyéni belátásmód. Így lett a planétán egy kórház, ha nem vagy tele javakkal, marad a rövid pórász. Olvasgatva a zenehallgatás közben a kommenteket, láttam, hogy rengetegen nosztalgikus hangulatba törtek ki, és megjegyezték, hogy ez volt az igazi Hősök, ez volt az igazi időszak, és hogy mennyire nosztalgikus élmények törtek fel mindenkibe. És nagyon az jött le a kommentek által, hogy nagyon sokan visszasírják azokat a régi időket, és nagyon szívesen gondolnak azokra az időszakokra. Kiráz a hideg, mindenütt érdektelen érdekek, fapofával néznek rosszban sántikáló emberekre. És igen, bevallom, nekem is nagyon-nagyon jó leső és nosztalgikus érzés volt. Nagyon jó volt látni őket, ugyebár a fiatalkori képbevágásokkal, és összeegyeztetve ezt a jelenlegi felállással, és azért megállapíthatjuk, hogy hát rajtuk is fogott az idő vasfoga, és különleges érzés volt az, hogy ezeket a fiatalokat, hát beszélek róluk úgy, hogy mintha én valami nagyon-nagyon öreg lennék, tehát az, hogy végigkövetni a pályájukat, hogy honnan indultak és most jelenleg hol tartanak, és megjegyezném azt, hogy a Hősök Isten igazából akkor volt számomra Hősök, amikor még mind a négy tagja ott volt a bandában és együtt tolták a klippeket. Elfordulok tőlük, magam ura vagyok, hiszen az utamat én választom meg, én lennék ilyen. Ez ilyen munka lenne, miért meg kilátod, gondolj, amit akarsz, én megforgatom a világ. Tehát ez az igazi felállás, ez az igazi Hősök. És akárki akármit mondhat, én úgy gondolom, hogy ha egy ilyen mérvadó, ha egy ilyen komoly banda feloszlik, leredukálódik, az már nem az igazi. Lehet ezt erőltetni, lehet ezt próbálni, de ugyanaz, mint például a Republiknál, hogy amikor szegény cipő ugyebár eltávozott, lehetett volna oda akármilyen énekest betenni, az már nem a Republik lett volna, az már egy egészen más, tehát vannak olyan tagok, akiket egész egyszerűen nem lehet pótolni, és én ezt úgy gondolom, hogy a Hősök esetében is ez így helytálló, és ez így van. Ahogy anya csak egy van, úgy Hősből is csak négy. És mint említettem, nagyon-nagyon sokaknak bejött ez a kis nosztalgia, tényleg baromi jó érzéseket keltett az emberbe, az a régi hangzás, a régi stílus, amikor még érződött, hogy szívből van ez az egész csinálva, és nem pedig ugyebár a lájkokért, meg a hatalmas hype-okért. Csillagokat tépek le neked az égről, lopok egy üstököst, kiszedeltem az egész tejútrendszert. Most a kisvörös van napirenden, emberek, vigyázzatok a házra, mert a Jupiter gázából szült, nász nagyisz majd a gyászból. És ott valaki meg is jegyezte, hogy ez az igazi Hősök, nem pedig az a tingli-tangli szar, amit manapság csinálnak, és hogy nagyon jó volt ezt így
újra meghallgatni és újra átélni. Aki élezek, élvezek mindent, az önzés szikra bennem, csekély viccetben az ikra, kazikba kapott rejtély támasztja a terméket, a szavatosság lejár. És úgy gondolom, hogy igen, ez az igazi hősök. Úgyhogy nagyon-nagyon szépen köszönjük a srácoknak ezt az időutazást. Nagyon-nagyon érdekes volt egy régi zenét hallgatni egy új klippel, ahol láthattuk a srácokat, milyenek voltak fiatalon, bohókásak, viccesek, bulizósak és így tovább, és hogy milyenek is lettek most. Azért előkerültek már ilyen aprócska ráncok, de hát az idővasfoga senkit nem kimél. De emlegetni fogják a korszakot, amit lezár. Na de mi lépjünk is tovább egy kicsit, ugyanis a semmiből váratlanul, legalábbis számomra váratlanul a semmiből megjelent Maxi és Knoza B Szerinted című videóklip. Hazug rideg arcok, halott empátia, elkövetett bűnök, amit meg kéne várnia annak, aki megteszi, és annak, aki követel. De eltűntek a tettek, és a zöme már csak szövege. Hát bevallom őszintén, nagyon-nagyon kellemes meglepetés volt számomra ez a kis zene. Maxit eddig nem ismertem, nem hallottam róla, de nagyon meglepően jól tolja ezt az iparágat. Számomra rendkívül szimpatikus volt mind az előadásmód, mind a fizikmiska, és illetőlegesen a szöveg tartalma is. Hey. Csak az ígéretek, tele van a padlás, úgyhogy most már kibélyetek. Rengeteg a színdarab és sok a kamu felvonás. Mindenhol a fejmosás, a befolyás meg elnyomás. Úgy gondolom egyáltalán nem volt alárendelt szerepbe Knoza B-vel kapcsolatban. Knoza B is hozta a tőle elvárható szintet. Figyeljetek rám, csak egy pár percre kérdét csendet. Eltobott gátlásuk és megváltozott értékrendek. Mindenki között a távolságot egy gomnyomásra. Hamis ismeretek, újabb falak lerombolása. Amit külön kiemelnék ebben a zenében, az nem más, mint a refrén, elképesztően jó hangulatú, jó feelingű, bólogatós. Szerinted ez vajon meddig mehet, ahogy úszik a világban el mindenet? Szerinted ez vajon meddig tart, mikor oldjuk meg ezt a nem kis baj? Simán el tudom képzelni ezt egy fellépésen, ahol több százan egyszerre ugrálva, kezeket lóbálva nyomják ezt a refrént. Szerintem nagyon-nagyon komoly lett, mind a szöveg tartalma, mind a videóklip, egész egyszerűen egyszerű, de nagyszerű, nincs túlvezérelve, nincs trendingelve, nem az a lényeg, hogy most itt a trendingben a mit tudom én milyen felkapott legyen, nincs túl mesterkélten ez előkészítve, szívből jött, egyszerű, igaz, őszinte, és erről szól a rap, én úgy gondolom, úgyhogy ez megint egy ilyen kis reményfoszlány, hogy visszajöhet még az az igazi, egyszerű rap, amivel mi megszerettük ezt az egész kultúrát, ezt az egész közeget, és nem pedig arról szól a dal, vagy azt nézik a dalba, hogy hogy tudjunk úgy csinálni, hogy minél többen elszerethessék, megszerethessék, hogy tudjuk úgy megcsinálni, hogy a trendingben legyen, és minél több lájkunk legyen rajta. Nem, egyszerűen odaverni a szöveget nyersen, őszintén, és lesz, ami lesz, és én ezt szeretem. Szerinted ez vajon meddig mehet, ahogy úszik a világban el mindenet? Szerinted ez vajon meddig tart, mikor oldjuk meg ezt a nem kis baj? Úgyhogy köszönöm szépen a srácoknak ezt a dalt. Mint említettem, a refrén az nálam nagyon kiütötte pozitív értelemben a biztosítékot, de mi most menjünk is tovább, mert megjelent Zamarattinak a Minden Rendben című nótája. Hogyan szólj a stúdió? Mély levegő, tesó? El kell, hogy mondjam, én nem vagyok egy nagy Zamarattin hallgató, viszont itt már a zenei instrumentál indulásánál éreztem, hogy ez valami más lesz, mint az eddig megszokotta. Mindenkinek nagy a szája a gép mögött, amikor cselekedni kéne, csak lapít. Minden irigy kurva semmire nem vitte, de ha bizonyítani kéne, csak nagyit. Én nagyon-nagyon szeretem az ilyen kellemes instrumentálokat, és ez egy kicsit ilyen depresszívabb, nem tudom ezt jobban megfogalmazni. Picit az ilyen elgondolkoztatósabb instrumentálokat én nagyon-nagyon szívlelem, és nagyon-nagyon kedvelem. Aztán Zamarattin rárántott erre egy nagyon komoly, mély társadalmi problémákat felsoroló szövegecskét. Minden YouTube sztár a virítás a neve, de azt nem tanítja egy se, hogy a szeres. Minden suli elvárja, tud mi a gula, de azt nem mondják el munkát, hogy az szerez. És azt kell, hogy mondjam, olyan széles körülön és jól összefoglalta a problémákat, tehát minden súlyos problémát érintett a dalban pár mondat erejéig, amin igencsak el kéne gondolkozni az embereknek. Hány példaképzenél arról is őszintén, hogy egy család életem, amilyen szörnyű.
hogy egy kurva fényes estére sem futja, mert az áramot szétszabdalta az elmű. Számeretti most becélozta azt, hogy akik nem mondják ki a rapben, amit ki kéne mondani, amiről Isten igazából a rap szól, akkor most ő megteszi helyettük is. Szóba jönnek itt az internetes nethuszárok, akik a monitor mögül nagyon nagy legények és nagyon bátran, nagyon könnyedén oda tudnak szólni. Szóba jönnek az előadók, akik arra törekednek, hogy csak saját maguknak legyen like, özön, és próbálnak olyan dalokat készíteni, ami Isten igazából nem szól semmiről, de ami a legrosszabb már 100 000-szer el lett mondva, ugyanaz a téma, ugyanaz a séma, de még megpróbálják lerágni azt a csontot még 100 000-szer, hiába unalmas, semmi újat nem hoznak az előadók, és nem foglalkoznak a komoly problémákkal, úgy, mint például a politikai helyzettel, a családon belüli erőszakkal, vagy éppen az állatkínzással kapcsolatos. Melyik felkapott dalolászik a nőkről, akik azért kapnak, mert az uruk részek? Részek. Melyik ismer el az egyetlennek? Egy sem, mert ha ezekről beszélek, mint csak néztek. És hogy az emberek, amikor tenni kéne valamit, nem csinálnak semmit, csak lapítanak, elbújnak a monitor mögé, és nem történik semmi. Engem nem irányít többé, egy sem tudom, hogy mit kell tennem. Minden, ami fontos volt, már nincsen, hazudt, hogy minden rendben. Engem nem irányít többé, egy sem kimondom azt, mit más nem. Minden, ami fontos volt, már nincsen, elhallgatunk szépen csendben. Úgyhogy Zamerat igen alaposan belemászott ezekbe a témákba, és én úgy gondolom, hogy erről kéne szólnia igazán a hiphopnak, a rapnek, a rap tartalmaknak, ahol, mint említettem már sokszor, túlnyomóan társadalmi problémák vannak feszegetve. Mikor esik szó a kisrácokról, baszd meg, akiket beteg szörnyetegek kínoznak? Mikor beszéltek a tehetségekről, akik a rendszer szabályaitól kínlódnak? Nyilván én nem mondom azt, hogy a rapnek csak és kizárólag ezeknek a mély, depresszív társadalmi problémákat feszegető kérdésekről kell szólnia. Igenis kellenek a vidámabb, igenis kellenek a buzdítósabb nóták. Viszont nagyon az az érzet, és úgy tűnik, hogy hál' Istennek egyre több előadó ezt észreveszi, hogy mindenki áthajlott abba, hogy nem szívből, nem őszintén csináljuk a zenét, hanem a lájkokért, a kattintásokért, a minél extrém nagyobb nézettségért, a hype-ért, a felkapottságért, és időközben elfelejtjük azt, hogy ez a szakma, hogy ez a műfaj miről is szól. Mint említettem, igen, kellenek az ilyen bulizósabb, kellenek az ilyen hype-osabb, kellenek az ilyen divatosabb zenék is, de mellette bizony vannak komoly témák, amiket igenis érinteni kell, és ebből sajnos napjainkban, az elmúlt években igencsak komoly hiánycikk van. Hányszor hallom még, hogy olyanról zenéltek, ami legalább egy milliószor volt már? Volt már! Mikor lesz, hogy nem csak kommentelünk, hanem felkötjük azt, aki gyerekekhez nyúlkál? Úgyhogy én ezért is örültem most Zamerattinak, többek között ennek a dalának, mert ebben tényleg olyan szinten benne van mindenfajta féle téma, hogy ezt külön-külön is fel lehetne dolgozgatni, és ebből nagyon-nagyon sok jó zene tudna születni, és nagyon sok előadó tudna irányt mutatni a társadalomnak, hogy mi is lenne a helyes, vagy mire is kéne odafigyelni. Én úgy gondolom, hogy a rapnek erről is kéne szólnia, nem csak a csillogásról, nem csak a flexelésről, nem csak a márkás piákról, és a nőkről, meg a kocsikról, stb., hanem igenis tanítani kéne a zenéknek, úgy, mint régen. Meddig halljon meg és mennyi állat, amíg megértitek végre, nekik is van lelkük? Ha? Melyik reggel ébredsz arra, hogy meghallod, amikor azt mondom, a jó zanét szeretjük? De hát biztos csak én vagyok ilyen elfogult, vagy ilyen szűk látás körül. Minden esetre én nagyon szépen köszönöm többek között Zamerattinak ezt a zenét, és természetesen Knozáéknak is, meg a hősöknek is ezt a nosztalgiát, mert én úgy gondolom, hogy ez az igazi rap, és többek között erről kell szólnia a rapnek. És megint csak kihangsúlyozom, nem kell minden zenének erről szólnia. Legyenek bulizós, hype-oló zenék, de ne felejtsük el a lényeget, hogy miről is szól ez a műfaj. És megint csak kihangsúlyozom, hogy szerintem... Engem nem irányít többé, egy sem tudom, hogy mit kell tennem. Minden, ami fontos volt, már nincsen, hazudt, hogy minden rendben. Úgyhogy nagyon szépen köszönöm a srácoknak, azt is köszönöm, hogy megtekintettétek ezt a videót.
Legyetek jók, ha tudtok, vigyázzatok magatokra, ha tetszett a videó, iratkozzatok fel a csatornára, nyomjatok nekem egy lájkot, írjátok meg kommentbe a véleményeiteket, és találkozzunk legközelebb is. Sziasztok, Üniker voltam, puszi pacsipá mindenkinek!